Kedves hallgató. A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. A szörnyű felfedezés. Írta Forrópál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább! 4.0 nemzetközi CCBY-es a 4.0 Creative Commons licenc feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978 615 5557 6 online. Möekö 15417 Első fejezet. Adrien szinte megdermet rémületében és zavarában. Nem is értette, hogyan történhetett ez, hogyan merészelhette Tamás ezt a vakmerőséget. Felugrott, a kis teázóasztalon összekoccantak a poharak, és egy ezüstkanál a szőnyegre hullott a szemét elfutotta a könyv. A lelke mélyéig fel volt dúlva. Megőrült. Kiáltotta magánkívül. Hogy merte ezt? Hogy merészelt megcsókolni? A férfi, elegáns, markáns arcú atléta még ott állt a karosszék mögött, melynek támláján áthajolva a merényletet elkövette. Bocsásson meg Adrien, mondotta és hangja volt, csak ugyan elvesztettem az eszemet de hiszen tudja, mennyire szeretem. Hónapok óta szinte naponta együtt vagyunk. A teniszpartnerem. Igen, a sportpartnere vagyok, télen együtt sieltünk, most pedig vitorlázik, teniszezik, bridzsel és táncol velem. De végre is minek nézett? Lelketlen gépnek. Fabábnak. Hiszen tudta, éreznie kellett, hogy szeretem, nem titkoltam. Adrien kínzott mozdulatot tett. Sajnálom Tamás, hogy ennyire elragadtatta magát. Miért kényszerít arra, hogy újra erről beszéljünk? Én tisztességes asszony vagyok. Nem csalom meg az uramat. Váljon el tőle és legyen a feleségem. Az asszony sóhajtott. Ez lehetetlen, Tamás. Andorra a legjobb, legönfeláldozóbb férfi a földön. Minden gondolata én vagyok. Hiszen alig vannak együtt. Adrien szíven találta ez a megjegyzés. Ez volt házas életének legfájdalmasabb pontja. Tamásnak igaza volt. A férje mindig el volt foglalva. Az örökös tanácskozások üzleti utak valósággal elnyelték. Adriennek rengeteg szabad ideje volt és ilyenkor nagyon elhagyottnak, szerencsétlennek érezte magát. A sportban igyekezett szórakozást találni, és persze a Bridgeben. A jómódú, unatkozó asszonyok Sivár életét élte. A lelke mélyén azonban valami másra, jobbra és értékesebbre vágyott. És főleg szerelemre. 32 éves volt, a társaság ünnepelt szépsége, asszonytársai már régen féltékeny düvel nézték, hogy minden férfi neki udvarol. Apró, megbízhatatlan plegykák keringtek körülötte, legalább fél tucat emberrel gyanúsították meg, de egyiknek sem volt komoly alapja. Most azután fellélegzett a társaság. A tél óta végre tisztázottnak vették a kérdést. Egyhangulag megállapodlak abban, hogy Adriennek Tordai Tamás a barátja. Együtt sportolnak, táncolnak és bridzselnek. Ez a három ténykedés teljesen kimeríti egy asszony életét. Aki ugyanazt a partnert kapcsolja be mind a három szórakozásába, nem kétséges, hogy annak a számára tartogatja a csókjait is. Valóságban azonban Adrien minden boldogtalansága ellenére tisztességes asszony volt, aki szerette és becsülte urát. Viszont az is igaz, hogy mióta Tamás az életébe toppant, a szemeringen ismerkedtek meg, ahol télen három hétig üdült, ez a nagy egyensúly egy kissé megbillent. Tamás tetszett Adriennek. Ezt az asszony hiába próbálta volna letagadni. És hálás is volt neki. Ama rendkívüli férfiak közé tartozott, akik egyre ritkábbak lesznek. Mindig van idejük és mindig van pénzük földbirtoka és vállalata volt, de a birtokát bérbe adta, a vállalatát tökéletesen megbízható és kitűnő igazgató vezette, úgy, hogy semmi akadálya nem volt annak, hogy az életét kedve szerint élje. Adrien gyakran tett szemrehányást az urának, hogy miért nem szabadítja ő is fel magát a munkarabszolgasága alól. És példának idézte Tamást. Zalai ilyenkor vállat vont, és enyhe gúnyjal jegyezte meg, hogy egy hitz könyvszakértő, aki átnézte a más vállalatainak főkönyveit, bizonyára kiderítené, hogy milyen óriási összegeket lopnak el a könnyelműen élő főnöktől. Egyébként, mondotta, az én üzleteim olyan természetűek, hogy azokat csak személyesen lehet lebonyolítani. Ha másképpen élnénk, koldusbotra jutnánk. Igen, Andor, a féri, kissé száraz, fantáziátlan ember volt, még arra sem volt kapható, hogy legalább évenként egyszer kétszer elutazzon valahová a feleségével. Az ellen azonban semmi kifogása nem volt, hogy Adrien tetszése szerint utazzon, vagy szórakozzon. Nem volt féltékeny. Vakon bízott az asszonyban. Ez őszintén szólva, nem tetszett Adriennek kételkedni kezdett benne, hogy csak ugyan szereti-e az ura. A szerelmes férfi féltékeny. Az ő férje pedig éppen ellenkezőleg meleg barátságot kötött Tamással, közös üzleti ügyeik voltak, gyakran mentek együtt a klubba és ugyanazokban a társaságokban bukkantak fel. És most Tamás ott állt szemtől szemben az asszonynal, mindkettőjük arca piros volt és a szemük égett a benső izgalomtól mint egy rablólovag, olyannak látom most. Mondotta Adrien. Szégyelje magát. Milyen különös asszony maga, válaszolta Tamás. Gyáva. Nem mer változtatni az életén. A megszokás rabja, mint egy hetvenesztendős akadémikus. Miért hazudik? Nem szereti Andort. Nem szeretheti. Maga más temperamentum, más az egész beidegzése. Én illek magához. De hiszen ehhez kétség sem férhet. Láthatja, hogy mennyire megértjük egymást mindenben. Miért nem lesz hát az enyém? Sajnálja Andort. Ugyan megmaradt számára az üzlet. Az pompás búfelejtető. Jobban izgatja, mint maga. Ez nem igaz, és a múlt héten nem emlékszik már. Amikor találkozója volt vele zserbónál és nem ment el. Maga már ájúdozott az izgalomtól és kiderült, hogy a férje közben egy üzletféllel tárgyalt és még csak eszébe sem jutott, hogy telefonáljon. Tökéletesen elfelejtette magát. Nyugodtan elválhat. Andor nem fogja zavartatni magát tartósan. Néki sürgős és halaszthatatlan szerződéseket kell állandóan kötnie. Adrien szemét könyv futotta el. Milyen gonosz, kegyetlen tud maga lenni. Egyik sem vagyok, csak szerelmes. És azt akarom, hogy a feleségem legyen. Kérem, könyörgöm Tamás, ne beszéljünk erről. Talán majd egyszer, mit tudom én. Hát, mire vár? Mit remél? Csodákat! Értse meg, én illek magához, én vagyok a férfi, aki magának rendeltetett, és maga az asszony, akit imádok. Adrien szédült. Fel volt zaklatva. Valósággal könyörgött. Kérem, menjen most, hagyjon magamra. Majd holnap délelőtt a tenisznél találkozunk. Tordai értett a nőkhöz. Tudta, hogy ez már a kellő lélektani pillanat jövetelét jelző vihar előszele. Meghajolt és kezet csókolt. A viszontlátásra. Második fejezet. Adrien nem tudott megnyugodni. A szíve heves embert. Furcsa átalakulások forrongtak benne, zavaros gondolatok cikáztak, keringtek és egy sereg nyugtalanságot küldtek a szívébe. Sok mindent kezdett másképpen látni. Érezte Tamás szavainak igazságát. És mint egy mentőkötélbe, görcsösen kapaszkodott a gondolatba, mégsem hagyhatja el Andort, aki tisztességes, hű, csak érte dolgozik. De mintha ezúttal nem tudott volna olyan határozott, éles bizonyossággal kialakulni ez a hite, mint máskor. Valami bizar, furcsa, szinte nevetséges nyugtalanság bontott benne szárnyat és úgy ugrált, incselkedett, mint egy apró ördög. Az utóbbi időben. Igen, az utóbbi időben Andor feltűnően érdeklődött Adrien egyik barátnője iránt. Kétségtelen, Lontai Anni nagyon tetszik neki. Már többször nyilatkozott róla elragadtatással. Adrient meglepte, hogy férje egyáltalában észreveszi még, hogy egy asszonynak szőke, fekete vagy vörös haja van és hogy kitűnően öltözködik. De egyébként nem tulajdonított ennek a lelkesedésnek semmiféle különösebb fontosságot. De most világosan látta, hogy ez a rajongás mégsem lehet egészen ártatlan. Milyen érdekes! Eddig még nem is gondolt erre, hogy Andor hónapok óta kizárólag azokat a társaságbeli meghívásokat fogadta el, melyek egyúttal Annival való találkozását is jelentették. Ő a mindig elfoglalt ember, ilyenkor, csodálatos módon, mindig szabad volt. Adrient meglepte ez a felfedezés. Most már arra is emlékezett, hogy mikor utoljára együtt voltak lontaiéknál, a férje milyen feltűnő érdeklődéssel vette szemügyre a lakás legapróbb részleteit is. Mennyire lelkesedett a képekért, bútorokért. Úgy rajongott, akár egy műgyűjtő. Dicsérte Anni ízlését, hogy milyen szép kerettel veszi körül magát. Persze, ez a lelkesedés tulajdonképpen nem a műtárgyaknak szólt, hanem a szép asszonynak. Adrien megdöbbent. Egy kis magát. Hát ha mindez nem igaz. Szándékosan keres vádpontokat a férje ellen, hogy a tulajdon bűnét leplezze. A telefon szólt. Adrien majdnem lejtette a kagylót meglepetésében. Mégis csak van telepátia. Anni kereste. Alig lehetett a hangjára ismerni. Remegett, dadogott, csak nehezen tudta megmondani, hogy mit akar. Gyere azonnal hozzám. Miért? Ne kérdezd. Ülj autóba és gyere azonnal. Egy kicsit még belesírt a telefonba, azután a készülék kattogott, letették. Adrien halásápat volt. Mi történhetett? Egészen bizonyos, hogy a férjéről lesz szó. Andor talán tolakodó módon lépett fel, szerelmet próbált zsarolni, erőszakoskodott, fenyegetődött és a barátnője az ő védelmét kéri. Egész testében remegett. Alig tudott felöltözködni. Az ajkát sem rúzsolta ki, rosszul tette fel a kalapját, rémesen nézett ki. Majd az autóban rendbehozom magamat. Gondolta. A taxiban eszébe jutott, hogy anni három napig nem is volt Pesten. Férjével együtt Bécsben volt. Csak ma érkezhettek meg. Az elegáns stefánia úti villa előtt már egy másik autó is állott. Az összes ablakok ki voltak világítva a szobákban fel- és alárohanó emberek. A lépcsőházban egyenruhás rendőr. Jóságos Isten! Kiáltotta Adrien, mi történt. Meg sem tudott mozdulni, a lélegzete elállt. Elkészült a legrosszabbra. A férje öngyilkos lett. Vagy Anni megölte? Kit tetszik keresni? Kérdezte a rendőr. Telefonáltak értem, a ház úrnője hivatott, dadogta Adrien. Á, igen, tessék csak felmenni, a felügyelő úr már várja a méltóságos asszonyt. Mondotta a rendőr. A lépcsőréti orvos professzor jött Adriennel szemben. A tanár komornak, idegesnek látszott. Professzor úr, mi történt? Kiáltotta Adrien. Ó, maga az méltóságos asszony. Csak nyugalom, ne veszítsék el mind a fejüket. Rémes, hogyan néz ki maga is? Kérem, most nem azt akarom, hogy vigasztaljon, az igazat akarom tudni. Már mondtam, semmi különösebb baj. Egy kis idegroham. Néhány napon belül majd kiheveri. Kicsoda? Mit? Anniról beszélek. Szegény asszonyt rettentően felizgatta a dolog talán jobb volna, ha nem is menne be hozzá. De hiszen telefonált értem. Ó persze, a rendőrfelügyelő kérte, hogy hívják ide a méltóságos asszonyt. Jöjjön, majd bevezetem a szobába. Az emeleti szalom felé mentek. Valahonnan kétségbe esett zokogás hallatszott. Adrien felismerte Anni hangját. A professzor fejét csóválta. Újabb roham, Mormogta. Kinyitotta az ajtót. A szobában minden lámpa égett. A csillár, a fali gyertyák. Még a kék hatásvilágítás is be volt kapcsolva. A hatalmas goblenhátú karosszégben ült Anni. A szerencsétlen nőre alig lehetett ráismerni. Homlokára hideg borogatást rakott a szobalány, előtte kis asztalon orvosságos üveg állt és a levegőben átható éterszag lebegett. Bizonyára a professzor dörzsölte meg vele Anni karját, mielőtt beadta a csillapító injekciót. A márványlapú, aranylábú rokokó szalonasztal előtt civilruhás fiatal férfi ült, a háttérben két másik férfi buzgókodott különböző tárgyak lefényképezésével. Mikor Anni megpillantotta barátnőjét, újra felcsuklott hangos zokogással. Kitárta karját és úgy kiáltotta. Mit szólsz drágám, micsoda szerencsétlenség? Adrienne, noha még fogalma sem volt, hogy miről van szó, szintén sírva fakadt. Idegei nem bírták a szörnyű feszültséget. A két barátnő zokogva ölelte át egymást. A rendőr felügyelő lépett közbe. Zalai méltóságos asszonyhoz van szerencsém. Igen, én vagyok. Kérem, méltóságos asszonyom, már másfél órája vagyunk itt, és nem tudunk előbbre menni. Legalább ön ne veszítse el hidegvérét, és legyen segítségünkre. Kérem, én még azt sem tudom, hogy miről van szó. Sajnos nagyon szomorú dolog mi alatt lontaiék Bécsben jártak, ismeretlen tettesek a lakásba hatoltak és elrabolták ő nagysága ékszereit. Anni hangosan felüvöltött. Szívettépő volt a kétségbeesése. A szoliter gyűrűm, a diadémom, a brilliáns brossom. Kiáltotta. A detektív felügyelő kisé ingerült mozdulatot tett ő nagysága képtelen összefüggő válaszokat adni, nékünk pedig sietnünk kell a tényállás tisztázásával, mert minden óra megnehezíti az eredményes nyomozást. Úgy látszik, hogy a tettesek vagy a tettes csak az éjszaka járt itt. Sok ideje nem lehetett az ékszerek értékesítésére. Körtelefont kell leadni az ékszerek pontos leírásáról a zálogházaknak. A nagyságos asszony azt állítja, hogy ön minden ékszer darabját ismeri, mindenre emlékszik, mert a legrégibb barátnője és az asszonyok rendszerint megjegyzik, hogy milyen ékszert visel a barátnőjük. Lontainé, sajnos, képtelen leírni az eltűnt ékszer darabokat, mert minden szónál új sírógörcsök fogják el. Adrienbe lassan visszatért az élet. Hála az égnek mégsem a férjéről van szó. Betörés! Az ilyesmit egészen könnyen el lehet viselni, ha mással történik-de szívecském, mondotta, miért nem a férjedet hívott segítségül. Lontai úr még Bécsben van. Csak két nap múlva jön, szólt közbe a rendőrfelügyelő. A betörő egyébként feltétlenül ismerős volt a helyi viszonyokkal. Minden valószínűség szerint valamelyik elbocsájtott cselét szeretője lehetett, aki a lánytól tudhatta meg, hogy a nagyságos asszony hol tartja az ékszereit. Erre val, hogy habozás nélkül csak is azt a szekrényt feszítette fel, amelyben az acélkazetta feküdt. Nem tudná, kérem, méltóságos asszony felsorolni a nevezetesebb darabokat. Hogy ne, kérem, válaszolta Adrien, és már egészen felélénkült volt egy két soros gyöngyéfüzér brilliáns csattal. Körülbelül 220 gyöngyé volt benne, a fele kissé hibás. Nem igaz. Kiáltotta közbe hevesen Annim, akit ez a megjegyzés egyszerre felpuskaporozott. Úgy látszik, mégsem egészen kifogástalanok a szemeid, édesem. Mindössze tíz gyöngyé volt egészen jelentéktelenül csorba. Elrabolták továbbá a 22 brilliánszból álló diadémomat, értéke 40 ezer pengő. És most már simán, folyékonyan diktálta a jegyzőkönyvet. Harmadik fejezet Adrien kilenc óra felé került ismét haza, egész testében érezte még az átélt izgalom fáradtságát. Szeretett volna gyorsan megvacsorázni és lefeküdni. Csodálkozott, hogy a férje még nincsen otthon. Andor pontos ember volt, ritkán szokott késni. Telefon. Tamás jelentkezett. Nem tudtam holnapig várni. Még egyszer hallani akartam a hangját. Meg akartam mondani, hogy nagyon szeretem. Ez a telefon a legrosszabbkor jött. Adrien egyáltalában nem volt lírai érzésekre hangolva. Vannak pillanatok, mikor éppen a legkedvesebb, legsimogatóbb szavak bosszantják fel legjobban az embert. Bocsásson meg, válaszolta Adrien ingerülten, maga határozottan kezd ízléstelen lenni, kedves barátom. Ha így viselkedik, meggondolom, hogy holnap, sőt, hogy egyáltalában találkozunk-e még. Miért haragszik rám? Valaki bántotta. Rajtam torolja meg a mások bűnét. Ne ejtsen kétségbe! Engedje meg, hogy vacsora után felmenjek magukhoz egy brispartira. Muszáj még látnom. Nem. Ma szó sem lehet. Nagyon ideges vagyok. Milyen kegyetlen tud lenni? Hát jó, kénytelen vagyok belenyugodni. Jó éjszakát. Letette a kagylót. A telefon abban a pillanatban újra csengetett. A férje jelentkezett. Te vagy az, szívem! Kivel beszéltél olyan sokáig? Á, Tamással! Mit akart? Azt kérdezte, nem jöhetne -e el bridgelni vacsora után. Sajnos erről szó sem lehet. Nem mehetek haza. Együtt vacsorázom néhány külföldi ügyfelemmel. Vacsora után valószínűleg el kell kísérnem őket valamelyik mulatóba hiszen tudod, hogyan van ez. A fehér asztal és egy-egy kis pesgő mellett könnyebben kötjük meg az üzleteket, mint az íróasztalnál. Ugye, nem haragszol kis szívem, hogy későn megyek haza. Adriennek kisé fanyar lett a szájíze. Éppen ma sehogy sem esett jól a rákényszerített magány. Milyen gúnyosan mosolyogna Tamás, ha véletlenül hallotta volna ezt a telefonbeszélgetést. Adrien nagyon szerencsétlennek és elhagyottnak érezte magát. A barátnőire gondolt, hogy azok mennyire mások, mint ő, például Lontai Anni. Valamikor táncos nő volt. Nem is regényei voltak, hanem apró megfizetett futókalandjai. Azután összetalálkozott az ötvenedik évét járó Lontaival. A naív, de élni vágyó üzletember szenvedélyesen beleszeretett a szép, vékony, pompás lábú, remekül kozmetikázott, lokál eleganciával öltözködő lányba. Anninak volt néhány tapasztalt, idősebb barátnője, akik kioktatták, hogy legyen óvatos és ne szalassa el a szerencséjét. És Anni megfogadta a jó tanácsot. Lontaival szemben remekül megjátszotta a megközelíthetetlen Liliom szálat, aki pompás pajtás, minden tréfára, mulatságra kapható, flörtöl, pesgőzik, csókolódzik, de mindig egyedül megy haza. És minthogy Anni igen jól tudta, hogyan kell élesztgetni a férfi vágyakat, lassanként egészen magába bolondította Lontait. A szerelmes, szenvedélyétől teljesen elvakult férfi végül is feleségül vette Annit. És ekkor derült ki, amit a színpadon sohasem árult el, hogy Anni valóban remek színésznő. Tökéletesen alakította az előkelő úriasszonyt. A társaságokban ő volt a leghalkabb, legbájosabb, sőt a legtartózkodóbb is. A plegyka nem tudott hozzáférkőzni, és Lontai meg volt győződve, hogy a ragyogó szépségű asszony halálosan szereti őt. Adrien sohasem lelkesedett túlságosan Anniért irigyelte sikereiért, nem hitt az őszinteségében. De azért tartotta a barátságot. Lontai és a férje szoros üzleti összeköttetésben állottak és a társaságbeli feleségek többnyire férjeik üzleti érdekei szerint választják meg barátnőiket. Biztosan megcsalja a férjét, gondolta Adrien. És a férje mégis mennyire becézi, imádja engem pedig, aki hű és tisztességes vagyok, elhanyagol az Uram. Meg is fogom mondani neki, unom ezeket az éjszakai üzleti tárgyalásokat. Bosszúsan és unatkozva járt végig a szobákon, a szobalánynak azt mondta, hogy nem éhes, nem vacsorázik. A szobalány erre megjegyezte, hogy a méltóságos asszony bizonyára megint fogyasztókúrát tart. Adriennek nem volt kedve lefeküdni. Cseppet sem volt álmos. Elhatározta, hogy olvasni fog. Ekkor jutott eszébe, hogy nincsen könyve. A napokban vett néhány német és francia regényt, de azokat már kiolvasta. Nem is emlékezett, hogy mi volt bennük. Azok közé tartozott, akik számára a könyv csak addig jelent izgalmat és érdekességet, ameddig kezükben tartják. De azután, ha letették, abban a pillanatban kihull emlékezetükből minden és egyetlen káosszá szövődik össze valamennyi könyvvel, melyen végig rágták magukat, de éppen az ilyen emberek olvasnak rengeteget. Úgy szedik, mint a brómot vagy a morfiumot idegcsillapítónak. Csak a pillanatnyi kábulatot keresik. Ez a felfedezés még jobban idegesítette. Mindenáron olvasni akart. Eszébe jutott, hogy a férje íróasztalán látott néhány nap előtt könyveket. Andor nem igen olvasott. De előfordult, hogy ügynökök ráerőszakoltak olcsó könyveket és ezeket hazahozta, az íróasztalára dobta és azok ott is hevertek felvágatlanul, míg valaki sohasem lehetett megállapítani, hogy kicsoda, el nem hordta őket. Andor dolgozó szobája sötét volt. Adrien nem szerette ezt a szobát. Bútorai még férje legénykorából származtak. Fekete faragott, súlyos tölgyfaszekrény, éppen ilyen stílusban készült íróasztal, klubfotelek, egy széles kerevet perzsaszőnyeggel borítva, dohányzó készletek részből, bronzból és üvegből, a falon néhány modern mesterműve, a sarokban páncélszekrény. Andorra valóságban sohasem dolgozott itt, hiszen a városban külön irodát tartott. Adrien felgyújtotta a villanyt, a szeme végigszaladt az íróasztalon, felületesen végigturkálta az asztalra szórt régi újságokat. De könyvet nem talált. Mérges lett. Ma minden ellene szövetkezett. De makacsul csak azért is tovább szimatolt könyvek után. A könyvszekrény felé fordult, melynek kötetei már régen nem érdekelték amire kíváncsi volt, azokat még házassága első heteiben elolvasta. A különböző szakmunkák pedig semmi érdekessel nem biztattak. De hát, ha közéjük sodródott néhány új könyv. A könyv szekrény zárva volt. Érthetetlen. Mindig a zárban szokott lenni a kulcsa, és most hiányzik. Hol lehet? Miért lett Andor egyszerre ilyen rendes? A dolog tisztára úgy festett, mintha még ezzel is őt akarták volna bosszantani. Indulatosan nézett szét, mintha csodát remélne, hogy valahonnan mégiscsak érkezik segítség. De mert semmi sem történt, olyan haragosan fordult az ajtó felé, hogy fellökte az előtte álló széket, melynek karfáján Andor házi kabátja lógott. Valami csörrent. Adrián felemelte a kabátot és megrázta. A zsebéből kihullottak a kulcsok. Egy karikán három kulcs. A könyv szekrényé, az íróasztalé és a páncél szekrényé. Furcsa. Adriennek még sohasem volt a kezében férje páncélszekrényének a kulcsa. Nem mintha Andor megtagadta volna, de ő sohasem kérte. Adrienna lelke mélyén írtózott mindentől, aminek hivatalos színe és szaga volt. Akták, váltók, főkönyvek, szerződések. Az élet örömeinek sárga és alattomos ellenségei. De most egyszerre kíváncsi lett. Délután óta sok minden történt a lelkében. Valahogyan másképpen kezdte látni a férjét. Titokzatosabbnak, érthetetlenebbnek. Szeretett volna közelebb férkőzni hozzá. Mit őrizhet például a páncélszekrényben? Adrien még sohasem gondolkozott azon, hogy valójában mennyi pénze is lehet az urának. Beérte azzal, hogy mindig mindenre bőven telt. De gyakran hallotta, hogy más asszonyok milyen pontosan tudják, hogy hány részvényük van, micsoda értékeket őriz otthon az úruk, és hogy halál esetére miféle végrendelkezési intézkedéseket tettek. Vajon van-e Andornak is végrendelete? Egyáltalában micsoda titkok lehetnek a páncélszekrényben. Talán szerelmes levelek. egy kötegek. Adrien maga is csodálkozott, hogy milyen heves kíváncsiság fogta el. Bezárta a szobaajtót és a kulcsot megfordította a zárban. A szíve vadul dobogott. Tisztára az az érzése volt, hogy most betör, tilos dolgot cselekszik. De hiszen a felesége vagyok, biztatta magát, jogom van mindenről tudni, ami a férjemre vonatkozik. A keze remegett, amikor a kulcsot a zárba próbálta illeszteni. Nem is ment mindjárt. Nem tudta, hogyan kell bánni a furcsa, fogazott szerszámmal. De végre mégis csak kifordult a vastag acélajtó. Iratok, skatuják, apró csomagok hevertek egymásra szórt rendetlenségben. Adrien kinyitott egy vörös, bőrutánzatú dobozt. Apró arany és ezüstárgyak zsúfolódtak benne. Amulettek, gombok, érmek, talizmánok, amilyeneket az évek során születésnapi ajándékul és kalandok, szerelmek emlékéül szokott kapni az ember. Aranypókok, korából faragott apró malacok, zománcolt mangetta gombok, szívek, melyekbe dátum van vésve, négy levelű lóherék. Adrien kissé gúnyos mosolyjal tolta el a dobozt. Nem szerette az ilyen nyáspolgári érzelmeskedést. Egy másik után nyúlt, amely spárgával volt gondosan átkötve. Kíváncsian bogozta ki és felpattantotta a fedelét. Elképedve és szédülő aggyal bámult a fekete bársony melynek árkában egy gyöngyény a kék feküdt. Nagyon szép, két soros gyöngyémáncsattal. Adrien nem értette a dolgot. Néki sohasem szólt Andorra a gyöngyökről. Vagy csak most vette. Meglepetésnek szánta. De hiszen nem régen volt a születésnapja, és a házassági évfordulójuk csak ősszel lesz. Ilyen nagyértékű ajándékot nem igen szoktak titokban tartani a férjek. Most már lázas izgalommal kutatott tovább. Újabb ékszeres doboz akadt a kezébe ezt is felnyitotta. Remekbe készült, brilliánsokkal kirakott diadém. Adrien hátán a hideg futott végig. Nem, ez nem lehet tévedés. Már az előbb, amikor a gyöngyfüzért nézte, átsuhant rajta valami homályos gyanú, amelynek nem mert nevet adni. De most már nem áltathatta magát tovább. Anni ékszerei feküdtek előtte. Az elrabolt gyöngyök, brilliánsok. Évek óta ismerte őket. És ha még kétségei maradtak volna, azokat is megsemmisítették a gyűrűk, brossok, melyek szép sorjában ott feküdtek a különböző csomagokban. Adrien mindegyikre emlékezett. Percekig attól félt, hogy megőrül. Volt pillanat, mikor az ablakhoz lépett és a mélységbe akarta vetni magát. A borzalmas felfedezés valósággal az eszét vette. Hihetetlen, minden képzeletet felül múló írtózat. A férje betörő. A becsületes, szorgalmas kereskedő, a mintaféri, a megbízhatóság mintaképe kettős életet él. Éjszaka betörő társaság tagja. Tehát ezért érdeklődött olyan behatóan lontaiék lakása iránt. És ezért nem jön haza ma éjszaka sem. Új kalandra indul. Adrien legjobban szeretett volna meghalni, megsemmisülni, nem gondolkozni. A fogai összekoccantak, a hideg rázta. Nem tudta, hogy mit tegyen. Hirtelen felugrott. Verejték verte ki a homlokát. Szentisten, ha valaki bekopog és nem nyithat ajtót. Még azt hiszik, hogy ő is bűntársa volt a férjének. Iszonyodva dobálta vissza az átkozott kincseket a szekrénybe azután becsukta a páncélszekrényt és a kulcsokat visszatette a kabát zsebébe. Kitámolygott a szobából. A hálószobájába menekült. De már késő volt. Amit látott, azt nem lehetett meg nem történté varázsolni. És e pillanatban néma bűntársa lett férjének. Hiszen az lenne a kötelessége, hogy azonnal fogja az ékszereket és visszavigye Anninak. De mit mondjon neki? Hogyan jutott hozzá? Nem, ez képtelenség. Bármennyire szörnyű a kiábrándulás, amely érte, ezt nem teheti. Nem jelentheti fel a férjét. Nem kiálthatja a világba, hogy tolvaj, betörő. De az is bizonyos, hogy nem élhet vele tovább. Hiszen írtózattal kell ránéznie. Strupolitikát sem folytathat, nem komédiázhatja, hogy semmiről nem tud. Minden szava mozdulata elárulná az utálatot és a borzalmat. És ha tudná is őrület lenne tovább együtt élni Andorral? Ki tudja, melyik pillanatban leplezik le. És akkor az ő neve is belekerül egy társadalmi botrány középpontjába, a rendőrségem faggatni fogják. Jobb ideje korán menekülni tőle. Egy percig sem marad. Még ma éjszaka visszaköltözik a szüleihez. Majd kitalál valami mesét. Hogy összevesztek másba szerelmes. Andornak nem szól arról, hogy mindent tud. Ó, ez a förtelem nem lehet közöttük tárgya. De majd megérteti vele, hogy nem lehet, nem szabad többé közelednie el. Közöttük mindennek és örökre vége. Negyedik fejezet senki sem tudta megértem, hogy mi történt Zalainéval. A halára rémült szülők konziliumra hívták a legkiválóbb idegorvosokat, akik azonban csak annyit tudtak megállapítani, hogy a méltóságos asszont valami súlyos idegrázkódás érte, amelyet azonban egyelőre a beteg makacsága miatt nem lehet gyógyítani nem hajlandó az orvosok egyetlen kérdésére sem válaszolni, már pedig az ilyen lelki bajok egyetlen gyógyítása abban áll, hogy orvos és beteg őszintén és bizalmasan beszélget a kényes ügyről, amely a nagy idegösszeomlást okozta. Legfeljebb annyi állapítható meg, hogy a kulissza mögött lejátszódott események szoros összefüggésben állhatnak a férjel. Erre val, hogy a beteg a legenergikusabban tiltakozik a férjével való találkozás ellen, idegrohamokat kap, ha csak a nevét is említik. Rácz László báró, Adrien édesatja természetesen négy szem között felelősségre vonta vejét, de legnagyobb elképedésére zalai kétségbe esetten esküdözött, hogy fogalma sincsen, mi történt feleségével a cselédségre hivatkozott, hogy még csak hangos szóváltás sem esett közöttük, el sem tudja képzelni, mi borította fel az asszony lelki egyensúlyát. Délben a legjobb barátságban, csókkal búcsúztak el, este, mikor telefonon beszélt Adriennel, semmi különöset nem vett észre, és mikor éjféltájban hazajött, már nem találta otthon feleségét egy szó magyarázat nélkül hagyta el, még csak védekezni sem tud, hiszen nem is sejti, hogy mivel vádolják. Néhány nappal utóbb zárai levelet kapott feleségétől. Ha a becsületérzésnek még egy szikrája él magában, úgy arra kérem, hogy szüntessen be minden közeledési kísérletet. Irtózom magától. Kíméljen meg minden bővebb magyarázattól vannak dolgok, melyekről a hozzám hasonló emberek még csak nem is beszélhetnek. A mai napon megbíztam ügyvédemet, hogy indítsa meg ön ellen a válópert. Valami közömbös, érdektelen okot említettünk a keresetben. Remélem és elvárom, hogy nem fog védekezni. Ennyit minden esetre megérdemlek mindazért a jóért, melyel a múltban érdemetlenül elhalmoztam. Báró Rácz Adrien a leány nevét írta alá, hogy ezzel is kifejezze megvetését és azt, hogy mennyire nem tart záraival semmiféle közösséget. Zárai rettentő gurult. Tombolt. A földhöz vagdosta a keze ügyébe kerülő vázákat, felrúgta a székeket. Lényének minden brutalitása felviharzott. Felkapta a telefonkagylót és letárcsázta rác báróék számát. A báró jelentkezett mondja meg a lányának, üvöltötte Zárai, hogy most már torkig vagyok ezzel a farsangi mókával. Hát mi vagyok én? Hülye! Báb! Fajankó! Majd megmutatom, hogy vélem nem lehet így bánni. E pillanatban azonban új meglepetés robbant rá. Nem a báró válaszolt, hanem Adrien. Nyilván az atya mellett állt és a másik kagylón hallgatta a beszélgetést. Elég volt ebből a hangból. Eddig meg akartam kímélni, de ha kell, tudok én másképpen is beszélni magával. Holnap elutazom. Lesz néhány hete gondolkozni az eseményeken. Remélem, mire hazajövök, már belátja, hogy semmire sem mehet üres komédiával. Nagyon sajnálnám, ha ellenkező esetben oda kellene önt juttatnom, ahová már régen való a börtönbe. A telefon kattogott. A hallgatót letették. Zárai a roskadt egy karosszékbe. Ez valóban borzalmas meglepetés volt. Erre nem számított. Ötödik fejezet. Egyetlen ember volt, aki abban a hitben élt, hogy tudja Adrien családi tragédiájának titkát, és ez Tordai Tamás volt. Tamás értett a nőkhöz és okoskodása nagyon egyszerű volt, Adrien szereti őt, de tisztességes asszony, aki nem csalja meg az urát. Viszont elérkezett a ma kritikus lelki válsághoz, amikor nem tartható fenn a hazugságra épült házasság. Az Adrienhez hasonló nők nem tudnak színlelni, megalkudni. Adrien őt szereti, a csók, amelyel néhány nap előtt megrohamozta, Felszabadította elfolytott érzéseit, és még aznap este elhagyta az urát. Mindegy, hogy ezt mivel indokolta meg. Elég, ha ő tudja az igazságot. Most csak az volt a fontos, hogy óvatosan és tapintatosan törjön célja felé. Nem szabad mohónak látszania. Ezt az aranyhalacskát kár lenne elszalasztani. Adrien a város leggazdagabb partijának számít készpénz vagyon a legalább fél millió pengő és két palota a város szívében. Nem is tett kísérletet arra, hogy Adriennel meglátogassa. De minden nap felküldött néhány válogatottan szép virágot. Orchideát, krizantémot és rózsát. Két hét múlva megtudta, hogy Adrien elutazott. A család titkolta, hogy hová ment. Tordai megvesztegette Rácz Báróék sofőrjét, aki a szobalánytól megtudta, hogy a fiatal méltóságos asszony Nizzába utazott. Hallotta, mikor erről beszéltek. És Nizzából is jött a szerencsés megérkezést jelentő sürgöny. Tordai még aznap autójára szállt és száz kilométeres sebességgel robogott Nizza felé. Inasának csak annyit mondott, hogy néhány hetes kirándulásra indul és majd kellő időben értesíti, hogy mikor jön haza. Egy órával tordai elutazása után fiatal, feltűnően elegáns asszony csengetett be a legény lakásba. Az Inas ismerősként üdvözölte a hölgyet és közölte vele, hogy tordai elutazott. A nő elsápadt és sírni kezdett. Az inas, aki már sok előkelő garszon úrnál szolgált, megszokta az ilyen jeleneteket. Szakítás Istenem! A legény ember élete ezzel van kikövezve. Diszkréten állt a háttérben, várta, hogy majd csak vége szakad az oktalan sírásnak. De nem egészen így történt. A csendes sírás lassanként végtelen dükitörésbe robbant. A fiatal hölgy valósággal őrjöngött. Gazember! Nyomorult csábító! Sikoltozta magánkívül. Beszéljen, mindent tudni akarok, kivel szökött meg! Az inas zavartan hebegett. Erre a nagy dükitörése nem volt elkészülve. A hölgyek általában diszkrétebben szokták tudomásul venni, hogy faképnél hagyták őket. Ez a nő azonban úgy látszik nem volt túlságosan érzékeny és szemérmes. Bocsánat, asszonyom, fogalmam sincsen semmiről. A nagyságos úr egyedül utazott, és nem mondta meg azt sem, hogy hová. Hazudsz! Kiáltotta hisztérikusan a nő, ide hallgass gazember. Száz pengőt adok, ha megmondod, hová ment. Nem tudom. Kétszázat kapsz. Esküszöm, asszonyom, nem tudom. Te, én kikaparom a szemed, ha nem beszélsz. Mit komédiázol? Tudod jól, hogy miről van szó. Kivel csalt meg a gazdád? Ki járt ide? Senki. Aljas csirkefogó. Azt akarod elhitetni, hogy csak úgy kedvtelésből szökött meg búcsú nélkül. Rendben van, hát ne beszélj, fulladj meg, de majd megtudom én azt nélküled is. Fúj! És széles mozdulattal lesodort a földre egy drága japán bázát. Azután az öklével úgy belevágott egy olajfestménybe, hogy a vászon kiszakadt. Az inas ilyetten kapott az őrjöngő keze után. De asszonyom! Dadogta elképedve. Mi között hozzá? Rikácsolta a felbőszült asszony, hiszen tőlem kapta az én ajándékaim. És szinte kélyes gyönyörűséggel zúzta, vagdosta a kristálypoharakat, vázákat, sejempárnákat amikor végre kivonult, a szoba bombázott csatatérhez hasonlított. Ő nagysága pedig egyenesen egy magánnyomozó irodába hajtatott. Ma elutazott a BP egy 2, 3, 4, 5, 6 számú Minerva autón Tordai Tamás földbirtokos. Nyomozzák ki a legsürgősebben, hogy milyen határokat lépett át és merre ment az autó. Két napon belül választ kérek. A nyomozás nem lehet nehéz, hiszen a határokon átmenő autókat lajstromozzák. A detektív meghajolt. Meg lesz asszonyom. Hatodik fejezet. Mit csinál az asszony, akinek lelkében egy világ dőlt össze, Nizzában, a világ nagy mulatóhelyén? helyén? Nem annak való helyez, aki gyászt, csalódást hord a szívében. De hát Adrienne éppen azért jött ide, mert dacos lázadással csak azért is mulatni akart. Belátta, hogy a legnagyobb ostobaság lenne átengedni magát a fájdalomnak. Kiért szomorkodjon? Andorért? Egy hitvány, kétszínű gonosz ember miatt. Ezért tegye tönkre az életét. Nem, mindazt, ami történt, el kell felejtenie. Letörli, mint spondjával a teleírt táblát. Védtelen és gyanútlan áldozata volt egy méltatlan embernek. De azért csak nem fog örökös gyászt hordani. Joga van az élethez. Szép, gazdag, fiatal. Majd itt a tengerparton, az örökös napsütésben, vidám emberek között megtanul újra mosolyogni. Kiheveri a nagy rászkódtatást és előről kezdi az életet. A szerelmet is. Meg fogja találni a különb hozzáméltó férfit, aki elfeletteti véle első házasságának rémregényét. Elegánsabban öltözködött, mint valaha. A legmondernebb helyekre járt vacsorázni és csak hamar felfigyelt ránizza előkelő társasága. Egyre többeket izgatott a kérdés, hogy ki az a feltűnően szép hölgy, aki mindenütt látható, de mindig csak egyedül jár és olyan tartózkodó, diszkrét modora van, hogy minden ismerkedési kísérlet már előre reménytelennek látszott. Adrien érezte, hogy az általános érdeklődés homlokterébe került, élvezte a kíváncsi és tolakodó pillantásokat, melyek új életkedvet delejeztek feléje. De még túlságosan friss volt a seb, még nem tudta rászánni magát, hogy belekapcsolódjon a zajos, léha mulatozásokba. Egy kicsit még halogatta az ismerkedéseket, új ürügyeket keresett önmaga előtt, hogy majd akadnak még érdekesebb emberek, akikhez érdemes lesz csatlakozni, valójában azonban, a lelke legtitkosabb mélyén még nem tudott leszámolni a múlttal, valami még mindig odakötötte pesthez, az emlékeihez, az első illúzióhoz. Egy napon a tengerparton sétált, és a naptól bágyadtan leült egy padra. Nézte a szinte valószínűtlenül kék tengert és a fehér vitorlákat, melyek, mint a boldogság apró pillangói, keringtek, szögdécseltek a hullámok felett zengett, égett, ragyogott minden, fehér porcelánnadrágokban, ingújban álltak a vitorlások árbocrúdjai mellett a nabbarnított férfiak, a nők pizsamanadrágokban, lobogó hajjal, kitárt karral szívták a friss levegőt és élvezték a rohanás gyönyörűségét. Mindenki fiatal volt és egészséges, a szerelemnek friss rózsa illata volt, a parton óriási autók várták a boldog naplopókat. És egyszerre az egyik pálmafa mögül fent a parton is kilebbent két fehér porcelán nadrág szár, fölötte a sötétkék teniszkabát és kerek kék sapka. Adrien fel sem pillantott, tekintete szórakozottan siklott el a strandcipők elegáns fehérségén, itt minden férfi egyforma, fehér cipő és nadrág, sötétkék kabát, jól borotvált barna arc, és mindehhez kiegészítőül az autó, amely ott áll valahol a közelben. A fehér nadrág most cserkészni jár, kalandot keres. Adrien ideges lett, az az érzése volt, hogy az ismeretlen bele akar megismerkedni. Önkéntelenül felpillantott és meglepetten kiáltott fel. Tamás! A férfi mosolyogva hajolt meg. Adrien még nem tért magához meglepetéséből. De hát hogyan került ide? Nem véletlenül. Maga után lopóztam. Napok óta figyelem már titokban. Kénkedett. Szenvedtem. Ezerszer akartam már megszólítani, és nem mertem. Tudtam, hogy mindent kockára tehetek. És ezt nem volt szabad. Túlságosan szeretem, és azt akartam, hogy ez a találkozásunk ne hozzon fájdalmat. Milyen boldog vagyok, Adrien, hogy újra láthatom. Mennyire hiányzott nekem soha sem hittem, hogy nő ilyen sokat jelenthet életemben. Az asszony dermet lelkére úgy hullottak a forró szavak, mint a tavaszi zápor, melynek nyomán új élet csendül. Igen, most jókor jött, ez volt a pillanat, mikor lelke megérett az új szerelemre, mikor minden idegszálával kereste az új férfit, akihez életét csatolhatja. Meghatottan nyújtotta kezét. Köszönöm Tamás, hogy ilyen jó hozzám. A férfi megcsókolta a felé nyújtott kezet és az asszony mellé ült. Én nem kérdezem, hogy mi történt, mondotta halkan, nem kutatom, hogy miért utazott el olyan hirtelen és búcsú nélkül pestről. Ezt nem is szabad sohasem kérdeznie, Tamás. Erre én már magamnak sem akarok válaszolni. Engem csak az érdekel, elfogadja a barátságomat. Maga mellett akarok maradni. Azt akarom, hogy egészen meggyógyuljon. Jól ismerem a Rivierát. Autón jöttem. Majd együtt járjuk be a legszebb helyeket. Nem leszek a terhére. Amikor a magányt kívánja, el fogok tűnni. A szeszélyeihez, hangulataihoz alkalmazkodom. Nékem csak az a fontos, hogy a maga közelében lehessek. Rettenetes volt ez a két hét maga nélkül. De egyet tudnia kell, hogy én állandóan, a nappal és éjszaka minden órájában várom a választ arra a kérdésre, akar-e a feleségem lenni. Majd eljön ennek az ideje is, Tamás, amikor válaszolni fogok. Ma még nem vagyok szabad. Hiszen tudja, a váló peremet csak most fogom megindítani. És éppen ezért bizonyos óvatosságra kell kérnem, Tamás. Nem szabad, hogy gyakran lássanak együtt bennünket. Még azt plegykálnák, hogy együtt szöktünk meg, a szeretője vagyok, és ezért hagytam el a férjemet. Szeretném, ha nem is lakna itt, hanem átköltözne Monte Carloba. Hiszen a kocsiján percek alatt idejöhet. jöhet. Majd közösen kirándulunk, ez nem feltűnő. Minden úgy lesz, ahogy maga akarja. Még ma átmegyek Monte Carloba. Az Eszplanatban fogok lakni. Ott várom a telefonját. Nagyon helyes. Lehet, hogy nem is hívom ide, hanem én is átmegyek Monte Carloba, és majd onnan indulunk. Tudja, itt már túl sokan figyelnek. Hetedik fejezet. Úgy látszik, hogy ez a nap a meglepetések sorozatát tartogatta Adrien számára. Kellemes és egészen felfrissült hangulatban tért vissza a szállodába. Hetek óta először érzett egy kis örömet, és egy névtelen remény bontogatta lelkében óvatosan a bimbóit, törékeny, mint egy tavaszi virágszál. Meghatotta Tamás kitartó ragaszkodása. Adrien jól ismerte a társaságbeli férfiakat, jól tudta, hogy a romantikának divatja múlt, legtöbbje cinikus, fölényes és nem szerelmet, hanem csak kalandot keres szinte valószínűtlennek látszott, hogy még akadt olyan kivétel, mint Tamás, aki még ennyire tudott rajongani. Pedig Tamás típusa volt az elkényeztetett férfiaknak, a szép hím volt, akire önkéntelenül felfigyeltek a nők és aki bizonyára rengeteg szerelmi sikert könyvelhetett már el. Adrien önérzete megduzzadt, ha arra gondolt, hogy ez a nagyszerű férfi példány éppen benne találja meg a nő ideáját. E pillanatban szinte hálát érzett Tamással szemben, és már nem lehetett kétsége a jövőt illetőleg, ez a férfi a végzete. Hozzá fogja csatolni életét. Nincsen kellemesebb érzés, mint mikor a bizonytalanság gyötrelmeit egyszerre felváltja a megoldás és révbe érkezés. Most már volt célja, tudta, hogy milyen irányba ível az élete, és megtelt boldog várakozással a luxus szálloda haljában, mint a nappals éjszaka minden órájában, most is százhangú hangszereléssel zsibongott a nemzetközi élet túlfűtött emberek élénk mozgása, taglejtése, kacagása, morajlása, egyre változó színek, programok megbeszélése, találkozások, érkezések, utazások, autóköpenyek, rohanóbolyok és pincérek, kábító egyveleg, amely lehet operett, francia végjáték, vagy hiúság vásárának tragikomédiája, a szerint, hogy milyen szemszögből figyeljük a dolgokat. Mennyi dráma, bűnös szenvedély, csalás és aljasság húzódik meg a látszólagos gondatlanság mögött, és milyen gyakran csattan el a revolver hajnal felé, a józanodás keserves perceiben a lebocsájtott függönyök mögött. És ebben a szinte afrikai színeségben és barbárul bizar forgatagban egyszerre két karfonódott Adrien nyaka köré és szenvedélyes csókok cuppantak orcájára. Drágám, no hát ez a meglepetés! Hát ez felér egy kis főnyereménnyel. Lontai Anni volt. A fiatal asszony, úgy látszik, már kiheverte az ékszerei elrablásával kapcsolatban szenvedett idegrázkódtatást. Friss volt, csupa élénkség és hála tökéletes kozmetikai művészetének, arca üde, piros. Adrien nem örült túlságosan. Ellenkezőleg éppen most volt legkevésbé szüksége egy harmadikra, még hozzá olyan valakire, aki Pesti társaságából csöppent ide. Ismerte Annit, tudta, hogy hozzá fog tapadni, nem lehet lerázni, minden lépését figyelni fogja. Ez a gondolat valósággal szerencsétlenné tette Adrient. De hát úrinő volt, dáma, akinek első kötelessége, hogy minden helyzetben tudjon mosolyogni és kedves szavakat mondani. Annikám, kiáltotta színlelt örömmel, mikor érkeztél. Hogy vagy? Á, tudod, az a dolog nagyon az idegeimre ment. A férjem azt mondta, utazzam valahová szórakozni. Hát ide jöttem. Az este érkeztem. Mond, mi újság van itt? Találtál már valamire való fiúkat? Te mi utalóks itt? Miért nem írtál? Tudod, hogy komisz vagy? Na, de nem bántalak. A fő, hogy megtaláltalak. Kivel vagy itt? Megőrültél? Senkivel. Akkor nem én őrültem meg, hanem te. Hogyan lehet egyedül mászkálni Nizzában? Na, no, majd kezelés alá veszlek. Biztosítlak, két napon belül lesz megfelelő társaságunk. Ne haragudj, de egyáltalában nem vágyom emberek után. Anni összecsapta kezét. Embergyűlölő lettél. Mert valami bajod van a férjeddel. Hallom, hogy váltok. Nem akarok indiszkrét lenni, szívem, de végre egész Pest erről beszél. Nézd, én nem vagyok tapintatlan, nem kérdezem, hogy mi történt köztetek, csak egyet mondok, egyetlen férfi sem érdemli meg, hogy az ember hű legyen hozzá. A legnagyobb őrült, aki komolyan szerelmes egy férfiba. Mint csirkefogók. Egyiket sem szabad komolyan venni. Adrien legyintett. Szavak. Nem lehet ezt ilyen hidegen fölényesen elintézni. Anni szeme megvillant, az arca mintha hirtelen megváltozott volna. Igazad van. Te vagy a legokosabb valamennyiünk között. Mi csak beszélünk, a szánk jár, adjuk a blazírtat, a valóságban pedig, ha megtaláljuk azt a férfit, aki a zsánerünk, szerelmesebbek és butábbak leszünk, mint egy kis varrólány. Mond, de egészen őszintén, nem voltál még szerelmes. Nem a férjedbe, az nem számít valaki másba. Nem volt regényed. Nem. Látod, most hazudsz. Én ezt nem hiszem. Mert nem vagy őszinte hozzám. Nézd, mi most így egymásba akadtunk, két fiatal, elegáns, nagyvilági nő a világ közepén, Nizzában. Miért hazudjunk egymásnak? ide csak akkor jön a nő, ha megszöktetik, szerelemre, kalandra vágyik. Egyik sem illik rám. Nem bízol bennem, Adrien. Léhának tartasz. Mert nem ismersz igazán. Nem tudod, hogy én egészen más vagyok, mint akinek látszom. Akarod, hogy én kezdjem a gyónást? Hát én sem jöttem ide véletlenül. Lehet, hogy néhány napon belül egészen furcsa dolgok fognak történni velem, amelyek hallatára tágra fog nyílni a szemed. Akkor majd megváltozik a véleményed. Adrien megdöbbent. Mintha egy egészen más nő beszélt volna hozzá, mint az imént. Meghökkenve nézett Annira, akinek hangjából folytott szenvedély és fenyegetés parázslott. Nem értlek, Anni. Mit jelent ez? Nem is érthetsz. Azt mondtad, sohasem volt regényed, nem voltál szerelmes. Akkori hiába magyaráznék neked. Mit tudott te, hogy abban a világban, ahonnan én jöttem, micsoda pokoli lángok lobognak. És hogy micsoda szenvedésekkel kell megfizetnünk ezt a lobogást. De hagyjuk ezt ez az én magánügyem, és majd el is intézem valahogyan. Csak éppen meg akartam neked egy kicsit mutatkozni. Nem is tudom, hogy miért tettem. Talán bosszantott, hogy bizonyos lenézést éreztem ki a hangodból. Most talán már más szemmel nézel rám és elhiszed, hogy meg tudom érteni komoly problémáidat is. Majd lassanként megismersz. Van időnk. Remélem, itt maradsz még néhány hétig. Beszéljünk másról. Láttál már ismerősöket? Nem -e senkit. Adrien megint hazudott. De ez a hazugság, hogy tamást letagadta, valami kellemes melegséggel töltötte el. Érezte, hogy szorosabbra fűzte közte és a férfi közötti kapcsolatot. A titok a szerelem egyik legizgalmasabb fűtőszere. Furcsa! Válaszolta Adrien, és a hangja kissé kiábrándultan hangzott. Hiszen a pesti társaság fele állandóan a riviérán tartózkodik. Kerültem az embereket. Többnyire egyedül sétáltam a tengerparton, és este nem jártam a kaszinóba. Ja, úgy, az persze más, no majd ezentúl másképpen lesz. Már ma este benézünk a játékterembe. Ha igaz a boldogtalan szerelemről szóló babona, akkor nekünk rengeteget kell nyernünk a kártyán. Minden esetre megpróbáljuk. Nyolcadik fejezet. Menjünk Graszba. Indítványozta Tamás, mikor másnap délelőtt Adrien pontosan megjelent a Monte-Carloi kaszinó parkjában. Adriennek nem volt kifogása. Neki igazán mindegy volt, hogy hol fogja eltölteni a napot. Egy kicsit gonoszul mosolygott befelé, hogy mekkorát fog nézni Anni, ha délelőtt keresni fogja a szállodában, és a portás átadja a levelét, amelyben mentegetődzik, hogy váratlanul ismerősöket talált, akik szinte erőszakkal rávették, hogy tartson velük. Egy napos kirándulásról van szó, estére feltétlenül visszatér a viszontlátása. Anni meglepetésszerű megjelenése Nizzában megzavarta Adrienne programját semmi esetre sem akarta Tamásnak bemutatni. Az ilyen barátnői bekapcsolások sohasem vezethetnek jóra, Adriennek nem volt érdeke, hogy Tamással való beszélgetése más vágányokra lendüljön, ami pedig elkerülhetetlenné vált volna, ha Anni is jelen van. A szerelem két ember legszemélyesebb ügye. Sok baj származott már abból, ha idő előtt pattant ki, hogy ki milyen érzésekkel viselkedik valaki iránt de ez a mai szökése csak ideiglenes megoldást jelentett, melyet nem lehetett naponta megismételni. Adrien komolyan foglalkozott azzal a gondolattal, hogy titokban elköltözik Nizzából s a Riviera egyik másik pontján száll meg. Mindenképpen le kell ráznia Annit, aki a lehető legrosszabb időben bukkant fel. Tamás elragadó volt. Gyengét tapintattal egy szóval sem érintette szerelmüket. Már tisztában volt Adriennel. Tudta, hogy ama nők közé tartozik, akik általában írtóznak a bókokat mondó, ostromló szándékkal fellépő férfiaktól. Ebből a fajtából ugyanis éppen eléghez van szerencséjük. Hiszen minden férfi, akivel a társaságban összeakadnak, az első kedvező pillanatban udvarolni kezd. Olyan ez, mintha valakit arra kényszerítenének, hogy mindig csak édességeket egyen halálos csömört kapna. Az ilyen nők lelkük mélyén arról a másfajta férfiről álmodoznak, aki többet hozna nékik, mint az érzékiséget. Megbecsülést, önzetlen barátságot, aki foglalkozik velük, a lelki problémájukkal, szóval, akiről azt érzik, hogy számára nem csak a nemi lényt, hanem az embert is jelentik. De ilyen férfi nagyon kevés van és a legtöbb nő azért unja az egész férfinemet, ezért mondja kínzottan és unottan a meglepet gavallérnak éppen akkor, mikor az illető a legellenállhatatlanabbnak véli magát, maga is csak olyan, mint a többi. Adrien hálás volt, amiért Tamás ennyire megkönnyítette a helyzetét. Ez a barátság komoly értéket jelentett mostani helyzetében. Olyan jó volt gondtalanul elnyújtózni az autó párnázott, széles karosszékében. A rivérai autóút a világ legtündéribb helyei közé tartozik. Napsugárban fehérlő sziklába vágott széles úton siklik az autó az azúrkék tenger felett, a mélyből pálmaerdők mosolyognak fel, a vízen jahtok siklanak és szüntelenül kacag, zenga szerenád a bárkák felől, melyek lomha kényelemmel horgonyoznak a villág kertjei alatt valahonnan virágillat jön, szinte tűrhetetlenül erős, ájult illat, amelytől az ember szíve fájdul meg. Narancserdők ringatják nedvdús, mézédes gyümölcsüket, széles pálmalevelek felett óriási lepkék röpködnek. És grassz. Mint egy fantasztikus keleti szőnyeg a Riviera legszebb pontján. A virágok városa. A francia parfüm boszorkányüstje. Vérvörös, kék, fehér, sárga virágok orgiázó végtelensége, örök virágzás az egész esztendőben, mint egy trópikus csoda. És ahogy megállt az autó egy kanyarulatnál, Adrien szinte felsikoltott a gyönyörűségtől. A misztikus illatok, amint megrohanták, ahogyan megtelt velük a levegő, mintha millió asszony szerelme muzsikált volna. Tamás azt indítványozta, hogy nézzék meg a híresebb illatszergyárakat. Látja, mondotta mosolyogva, ezek az igazi költők, ezek az illagyárosok. Ők tudják legfinomabban és leglégiesebben kifejezni a szerelem sokféle hangulatát. A hány illat annyi dala a szerelemnek, és annyi árulója az emberi vágynak. Semmi sem jellemzi annyira a nő egyéniségét és fantáziáját, mint az illat, melyet magának választott. Vannak dúsgazdag nők, akik vagyont fizetnek egy-egy illatért, melyet a gyár csak az ő számukra készít. Babonásan bíznak a varázsban, melyet parfümjök áraszt és féltékenyen őrzik annak a titkát. Vajon melyik üveget választaná most Adrien? Hatalmas piramisokban álltak előttük az üvegek, mint óriási drága kövek a rubin, smaragd, topáz, zafír színeiben és a nevük buja és tikkat volt, mint a rózsaszírmok hullása nyár éjszakán. Csókvarás Első szerelem Égő száj Ott állt a nő a szerelem nagy fegyvertárában. Keze egy mély fekete üveg felé lendült. Indiai éjszaka, állt az üvegen, amely komor és titokzatos volt, mint egy mágus palackja. Ennek a titkát fakírok őrzik, mondotta a gyárvegyésze, mi Indiából hozattuk a keverőjét. Egy rongyos benszülött, valami Benáres melletti dzsungelben virágok gyűjtésével foglalkozott. Siva parfümjének nevezik és illata állítólag megrészegíti a leghidegebb férfit is. A legdrágább készítményünk. A legkisebb palack 5000 frank. Tamás intett, hogy rendben van, az üveget be lehet csomagolni. Adrien riadtan tiltakozni akart. De már nem lehetett. Tamás kifizette. Micsoda eztelentékozlás. Korholta később, mikor kint ültek egy szálloda terraszán. Vannak percek, mikor az ember nem törődhetik a holnappal. Válaszolta Tamás. Nékem a mai nap annyi gyönyörűséget jelent, annyi örömet hozott, mint még soha életem egyetlen napja sem. Talán mindig ezt a nagyszerű hangulatot vártam, amikor ilyen tökéletes szépségben és harmóniában kapom mindazt, ami forróvá teszi a szívünket és megmámorosítja lelkünket. Ma mindent odaadnék, ó, nem csak azt a pár ezer frankot, hanem az életemet is. Vélem ma csoda történt. Én ma tanultam szeretni. Látja, egy szót sem beszéltünk erről, de ebben a némaságban csupa muzsika volt. Ha majd a feleségem lesz, akkor egyszerre fogom magának adni a szavaimban, csókjaimban, az egész nagy felgyulladásomban azt a mámoros szépséget, amely most egész lényemet betölti. Szeretem Adrienne, most ki kellett mondanom, mert talán soha zengőbben, forróban és teljesebben ezt nem érezhetem. Megragadta Adrien kezét és érezte, hogy az remeg. A másik pillanatban megcsókolta az izgalomtól halvány, meglepett asszonyt. Amikor kibontakoztak, Adrien szeme tele volt könnyel. A férfi ragyogott a boldogságtól. Kedves, drága barátom! Rebekte alig hallhatóan Adrien. Milyen jó, hogy ez így történt, hogy mellettem van és szerethetem. A házasságukról kezdtek beszélni. Adrien abban reménykedett, hogy legfeljebb három hónap múlva a bíróság kimondja a vállást. Azután a vagyoni dolgokra tért rá, beszélt a hozományáról, amely még érintetlenül megvan, a két házáról. Tamás kérte, hogy ezt hagyják, ez őt egyáltalában nem érdekli. Később megbeszélték, hogy másnap mindketten ide költöznek, Graszba. Monte Carloig együtt mentek az autón. Ott Adrien szigorú kívánságára elbúcsúztak. Adrien bérautón ment vissza Nizzába. Kilencedik fejezet. Tamás fütyűrészve vidáman sietett a szállodája felé. A nagy tét meg volt nyerve. Adrienna felesége lesz. De abban a pillanatban, mikor szobájába nyitott, a mosoly arcára fagyott. A lámpa égett és a karosszékben egy fiatal nő ült, aki talán szép lehetett, de mikor Tamást megpillantotta, arca valósággal eltorzult a dütől, kárörömtől, gúnytól és bosszúvágytól. A férfi visszahökkent. Nem volt éppen gyáva, de ez a találkozás túlságosan váratlanul érte. A nő gúnyosan kacagott. Csak lépi be, erre persze nem számítottál, hogy kinyomozlak és utánad jövök. Ezt merészelted. Megszöktél. Azok után, ami kettőnk között történt. Azt hitid, hogy velem is úgy bánhatsz, mint a többi szerencsétlennel, aki utadba akadt. Hát nem, barátom, ezúttal tévedtél. Most leszámolunk. Ne kiabálj. Kérlelte a férfi és riadtan körülnézett. Ó, lesz ebből még nagyobb botrány is. Nem tudom, miket hazudtál itt a szállodában, a kaszinóban, a társaságokban arról, hogy ki vagy és azt sem tudom, hogy e pillanatban ki az a nő, akit éppen szédítesz, de kár fáradnod. Mert én keresztül húzom a számításaidat. Őrült vagy? Mit akarsz tőlem? Miért szöktél meg? Hogy merted ezt tenni? Ostobaság. Egy-két hétre jöttem csak ide. És ez is miattad történt. Miattam? Igen. Pénzt akartam szerezni. A kaszinóban játszom. És miért nem szóltál? Ismerlek. Lebeszéltél volna. Az asszony nevetett. Ó, mi gyöngéd és engedelmes lettél egyszerre. Te a világ legsötétebb, leggonoszabb embere. Mit törődtél te valaha is azzal, hogy szenvedek -e vagy nem? Hidegvérűen gázoltál át rajtam. Tönkretettél, mindenemből kifosztottál, ez az igazság. És most megszöktél, mert már semmit sem remélhettél tőlem. Hallgas! Nem hallgatok! Eddig a hatalmadban tartottál. Mit tudom én, miféle ördögi erővel tetted ezt? Féltem tőled. De nekem már minden mindegy. Éveken áttűrtem minden ajasságodat, mert csak az volt fontos, hogy láttalak, csókolhattalak, mellettem voltál. De az, amit most tettél, ennek a förtelme mindent túlszárnyal. Hidegen, cinikusan megszöktél. Legyen eszed, Anni. Beszéljünk nyugodtan, hidegvérűen. Erről nem lehet hidegvérűen beszélni. És ne erőlködj. Nem fogsz megszédíteni. De hát végre is mit akarsz? Kárpótlást. Elégtételt mindazért, amit velem szemben elkövettél. Erről is beszélhetünk. De csak ha nem őrjönksz. Nos, belátom, csak ugyan adósod vagyok. Bravo! Ezt hát mégis kegyes vagy belátni. Igen, jó voltál hozzám, Anni, ezt nem is felejtem el. Az asszonyban ismét felviharzott az indulat. Micsoda bárgyú szavak ezek. Hála. Felejtés. A mi kettőnk számláját nem lehet így elintézni. Hát hol lennél te, ha én nem állok melletted? Kifizetett helyetted Párizsban, mikor az első gaztetted elkövetted és tízezer frankot sikkasztottál. Emlékszel? Én akkor az ambasszádor táncosnője voltam zálogba csaptam ékszereimet és megmentettelek. És azóta hányszor segítettem rajtad? Mindent feljegyeztem. Valóban? Ennyire pontos, rendes ember vagy. És azt is feljegyezted, amit nem önként adtam neked, hanem amit kizsaroltál tőlem. Igen, ezt tetted, átkozott legyen a perc, amelyben találkoztunk. Amikor férjhez mentem s megtudtad, hogy dúsgazdag férjem van, egyszerre ismét megjelentél. És megfenyegettél, hogy mindent elárulsz az uramnak, a múltunkat, mindazt, ami kettőnk között történt, ha nem segítlek ki bizonyos összegekkel. Ezeket a pénzeket is feljegyezted. Az utolsó fillérig mindent visszakapsz. Nem értem dühöngésedet, Anni hiszen te voltál az, aki ezerszer kértél, hogy tűnjek el életedből. Igen, de nem így. Engem tönkretettél. Idegroncs vagyok. Megszoktam az évek során, hogy úgy rendelkezel velem, mint egy tehetetlen, kényrekedre kiszolgáltatott rabszolgával. De végre is valami önérzet mégis csak van bennem. Nem dobhatsz el, nem vedhetsz meg annyira, hogy még búcsúra sem tartottál érdemesnek. Tamás idegesen cigarettázott, várta, hogy elcsituljon kisé a magánkívül tomboló nő nagy viharzása. Tudta, hogy a legnagyobb ügyességre van szüksége, és minden áron le kell szerelnie Annit. Ha Adrienna legkisebbet is megsejti abból, ami most itt történik, örökre elveszíti. Sajnálom, Anni, hogy ennyire félreértesz, mondotta nyugodtságot színlelve. Ismétlem, eszemben sem volt megszökni, hiszen fel sem adtam pesti lakásomat. Játszani jöttem Monte carlo -ba. Ismersz, tudod, hogy enélkül nem élhetek. Nekem pénz kell. Nagyon sok pénz. Nem csak azért, mert csak ugyan el akarok veled számolni. Nekem messzebb menő terveim vannak. Szeretnélek feleségül venni, Anni? Te? Engem? Igen. Nagyon jól tudod, hogy szeretlek, hogy a mi életünk ezer szállal van egymáshoz fűzve. Ó nem. Erről ne beszélj. Gyűlöllek. Nem igaz, Anni. Szeretsz? Nem sértett önérzetből, vagy a pénzed miatt jöttél utánam, hanem azért, mert szeretsz. Az asszony felzokogott. Ó, én nyomorult szerencsétlen teremtés. Tamás szelíden simogatta Anni haját. Tudta, hogy most már nyert játszmája van. A sírás felolvasztja a dűj acélját és meglágyítja a szívet. Legyen eszed, kicsikém. Belátom, rossz voltam hozzád, de ezentúl minden másképpen lesz. Bíznod kell bennem. Hallgass rám, mindent őszintén megmondok. Megismerkedtem egy nagyon gazdag amerikai gyárossal, akinek megtetszettem és aki, úgy látszik, rám akarja bízni európai üzleteinek vezetését. Ez óriási jövedelmet jelent. Egész életemre kint lennék minden anyagi bajból és jóvá tehetném a múltat. Az amerikai, úgy látszik, arra spekulál, hogy feleségül veszem unokahúgát, aki szintén itt van Monte carlo -ban. Nékem persze eszemben sincsen ő nagyságát elvenni. De hát hadd legyen ebben a hídben, az a fő, hogy megkapjam a szerződést. Néked azonban semmi esetre sem szabad mutatkoznod. Végy itt szobát az eszplenádban, és majd módját ejtem, hogy minél többet lássalak. Csak néhány napi türelmet kérek, kedvesem és egy életre váltjuk meg vele boldogságunkat. Anni nem tudott válaszolni. Keservesen sírt, a könnyei patakokban folytak végig az arcán. Tizedik fejezet Mikor Adrien nizzai szállodájába érkezett, sokkal jobban fel volt zaklatva, semhogy lefekvésre gondolt volna. Még benne égett az elmúlt nap nagyszerű izgalma, a rózsás optimizmus, amely megtöltötte, egyre új édes képeket varázsolt eléje. Jól esett a jövőre gondolni, új célt, szerelmet látott délibábosan bábosan keringeni a távolban, valahogyan megpihent az elmúlt hetek nagy háborgása után. Leült a teraszon, a jazzérzelgős francia keringőt játszott és apró piros lámpák keretezték a diszkrét lugasokat, melyekben estéi ruhás hölgyek és urak ürítgették a pesgős poharakat. A boly udvariasan megállt előtte. Madame, mondotta, ugyebár magyar. Nem parancsolja a magyar lapokat. Azokat is tartjuk? Idegenben nincs szívesebben látott vendég a magyar lapnál. Adrien örömmel fogadta az ajánlatot. Kíváncsian futotta át a színházi híreket. Az újságban mindig ezeket nézte meg legelőször, tudomást vett a legújabb premierekről, az apró kis plegykákról, az újság egyéb hírei már sokkal kevésbé érdekelték még csak a képeket futotta át és a két hasábos kövér címeket olvasta el. Egyszerre azonban megrezzent. Ideges kíváncsisággal és rémülettel tapadta szeme egy feltűnően szedett címre. Váratlan fordulat a lontai féle ékszerrablás ügyében a rendőri sajtóiroda jelenti, a néhány hét előtt nagy feltűnést keltett lontai féle ékszerrablás ügyében a rendőrség egészen új, meglepő nyomokat talált, melyek úgy látszik, hogy végre a valódi tetteshez vezetnek a rendőrség egyelőre a legnagyobb titokban folytatja a nyomozást, annyi azonban mégis kiszivárgott, hogy a betörés központjában a fővárosi társaságnak egy általánosan ismert, előkelő tagja áll, akiről senki sem sejtette volna, hogy ilyen súlyos büntettet követhet el. A gyanúsított kétségbe esetten tagad, de minden körülmény ellene val. Adrien fehér lett, mint a fal. Minden lelki erejére szükség volt, hogy el ne ájuljon. Amitől rettegett, bekövetkezett. Férjét letartóztatták. Nem kétséges, hogy a nevét is hamarosan kiszolgáltatják a nyilvánosságnak, és akkor az ő jó híre is elveszett. Kerülni fogják, gyanakodva néznek rá, a betörő felesége hasztalan hangoztatja ártatlanságát, az emberek rossz hiszeműek, gúnyosan fogják vállukat vonogatni. És mit fog ehhez Tamás szólni? Vajon ezek után is feleségül veszi? Adrien határtalanul kétségbe volt esve. Már szinte látta, hogyan fog Tamás valami udvarias mentséget dadogni, szépen felépíti a visszavonulás útját, legjobb esetben azt mondja, várjuk meg, amíg a botrány hullámai elsimulnak, aztán majd meglátjuk. Talán, ha már az emberek napirendre tértek a dolog felett, szépen, titokban egybe egybekelhetünk. Igen, ezt fogja mondani, azután tovább áll, sohasem fog hozzá visszatérni. Adrien alig tudta visszafolytani könnyeit. Nagyon szerencsétlennek érezte magát. Bármennyire is igyekezett magát ámítani, még egyáltalában nem heverte ki a szörnyű csalódást és tehetetlenül, lelke mélyéig megrendülve állt a nagy rejtéllyel szemben, hogy a férfi, akivel tíz esztendeig élt, ennyire félrevezethette igazi lénye felől. Adrien nem mert ezen gondolkozni. Félt, hogy egyszerre feltámad benne a kétség, hátha tamás is éppen olyan alakoskodó, kétszínű, mint Andor volt. Nem, erre nem szabad gondolni, elhessegeti a kétségeit. Hiszen ha ez lehetséges volna, nem lehetne tovább élni, megrendülne a hite az egész világban. Megint az újságra nézett. A két nap előtti kelettel volt ellátva. Azóta Andort már bizonyára letartóztatták a börtönben ül, mi alatt ő itt új szerelem aranyszálait bogozza. A boldogtalan ember senki sem áll mellette élete utolsó súlyos perceiben. Csak semmi érzékenység. Kapta fel dacosan fejét Adrien. Hová vezet ez? Mindenki maga építi végzetét. Nem áldozhatja fel részvédből, álmártíromságból egész fiatalságát, társadalmi rangját, boldogulását. Andor súlyosan védkezett, nem csak betörő volt, de hidegvérűen önkéntelen bűntársává tette a feleségét is. Ha a rendőrség véletlenül kinyomozza, hogy az elrabolt ékszereket ő is látta férje páncélszekrényében, hogy tudott a betörésről, akkor még neki is kínos kellemetlenségei támadhatnak. Á így is egészen bizonyosan meg fogják idézni a rendőrségre, Faggatni fogják férje életéről, a lapok hasábos tudósításokat fognak közölni, az ismerősök szenteskedő arccal fogják részvétüket nyilvánítani. Micsoda undok komédia! Milyen jó lenne elmenekülni a világ másik végére! Igen, ezt fogja tenni. Megszökik! Elutazik Olaszország valamelyik kis elhagyott pontjára. Tamás bizonyára örömmel fogja követni. Nem kell sokat magyarázkodnia. Két-három hónapig távol maradnak. Addigra elsimulnak a szenzáció hullámai. Hirtelen vérhullám öntötte el arcát. A terasz feljárója felől Tamás közelgett. Autóköpenyben volt, idegesen nézett körül. Az arca boldog mosolyra húzódott, mikor Adrient megpillantotta. Milyen nagyszerű, hogy még itt van és nem feküdt le. Ne haragudjon, hogy most ilyen késő éjszaka maga után jöttem. Képtelen voltam elaludni. Még látni akartam. Itt kívántam lenni a közelében. Micsoda elővigyázatlanság. Korholta Adrien és arra gondolt, hogy milyen botrány keletkezhetne ebből, ha Anni véletlenül szintén ide jönne a teraszra. Most jutott eszébe, hogy nem is kérdezte meg a portástól, itthon van-e a barátnője talán valamelyik bárban mulat, vagy a kaszinóban is minden pillanatban felbukkanhat. Mit bánom én, hogy mi történik? Kiáltotta szenvedélyesen Tamás. Senkinek a véleménye nem érdekelhet. Szeretem, a feleségem lesz és elvesztetnek tekintem életem minden percét, melyet nem maga mellett töltök. De bármennyire őszintéknek hangzottak is ezek a szavak, Tamás e pillanatban egészen másra gondolt, mint a szerelemre. A legnagyobb titokban szökött meg, monte Karlóból, ahol már égett a talaj a lába alatt. Megvárta, amíg Anni visszavonult a szobájába és lélegzett visszafolytva leste, mikor sötétül el az ablaka. Körülbelül két órát tölthetett ideges és feszült várakozásban, közben bőröngyébe dobálta a ruháit és levitette autójába. Most végre nizzában volt. Anni szerencsére semmi sem vett észre. Viszont kétségtelen, hogy ha reggel felébred, első dolga lesz, hogy felhívja a házi telefonon, és ha kiderül, hogy az éjszaka megszökött, Anni feltétlenül üldözni fogja. Arra gondoltam, mondotta Adriennek, hogy a kora reggeli órákban hagyjuk el Nizzát. Hiszen tudja, hogy már tíz óra felé milyen égetően süt a nap. Csak a hajnali órák kellemesek. Legszínesebben már most útnak indulnék. Adrien nevetett. Nem, ez mégiscsak különös lenne, hogy mi ketten most, az éjszakai órákban közös autótúrára menjünk. Jó. Akkor hát reggel fél ötkor. Addig átszivarozom az éjszakát. Vagy felnézek a kaszinóba. Szó sem lehet alvásról. Persze a legboldogabb akkor lennék, ha még beszélgethetnék magával. Itt teljesen lehetetlen. És természetesen a szobámba sem jöhet fel. Ellenben bemehetünk az olvasóterembe. Ott most egy lélek sincsen. Megiszunk egy pohár jeges oranzsádot és eldiskurálunk. Az igazat megvalva, nekem sincsen kedvem lefeküdni. Az olvasóterem széles nyitott ablakai a tengerre néztek. Nizza ezer egy éjszakai ragyogása minden szépségét eléjük káprázta. Apró színes lámpák égtek a hajók és jachtok oldalain, mint a drágakövek vagy szentjános bogarak és a csillagok szinte muzsikáltak fent a szférákban. Adrián csak az egyik asztali lámpát gyújtotta meg. Olyan jó volt ez a nagy csönd, amelyben időnként felszikrázott a cigaretták parazsa csak keveset beszéltek, hiszen annyi szépséget dalolt a tenger, annyi édes illatot küldtek az esti harmattól felfrissült virágok. Hagyták, ha töltődjön meg a lelkük, mint villannyal az akkumulátor. Hetekig, hónapokig fog sugározni belőlük az elragadtatás, szerelem és költészet, melyet most szívükbe fogadtak. Azután hirtelen, brutálisan és kegyetlenül felgyulladt az éles mennyezetvilágítás. világítás. Az ajtó hevesen vágódott fel, és a küszöbön ott állt anni. A boldogtalan nő olyan volt, mintha megőrült volna. Örjöngődői lángolt a tekintetéből. Adrien és Tamás egyszerre ugrottak fel, elképedve és megdermedve a rémülettől. Hát itt vagy, rikácsolta anni. Megint meg akartál szökni. Ó, számítottam erre. Ismerlek már, micsoda ember vagy. De, hogy éppen ide jöttél, hogy Adrien van a játékban, erre csak ugyan nem gondoltam. Kérlek, próbált közbeszólni Adrien, de Anni hisztériás dűvel szakította félbe. Ne beszélj! kiáltotta. Nem érdekelnek a hazugságaid. Hát ez kellett neked? Ez az ember? Őt titkoltad előttem? Hahaha! -ha -ha. Légy büszke rá! A világ legaljasabb makrójára. Nolám, ki gondolta volna? A szent, büszke nő. A tisztesség mintaképe. Ó, micsoda aljasság! Hallgas! Kiáltotta az indulattól remegve Tamás. Kérem, Adrien, ne hallgasson rá! Ez a nő őrült. Igen, az vagyok, őrült, de te tettél azzá, te hitvány! De most végzünk. Féktelen indulattal feltépte kis aranytáskáját, és egy apró revolvert rántott ki. Segítség! Sikoltotta Adrien. Tamás felkapott egy párnát, és Anni felé vágta. A párna egy vázát talált, amely csörömpölve hult a földre. Ugyanakkor eldördült a lövés. Az ajtó kivágódott, három férfi rohant be, mögöttük kíváncsi, ilyet arcok jelentek meg a küszöbön. Fel a kezekkel! Harsogták, és az egyik megragadta a magánkívül sikoltozó Anni karját. Adrien úgy érezte, hogy a vér kiszökik ereiből. A nyelve elzsibbadt az iszonyattól. Mintha agyrém játszadozott volna vele. Előtte alig két lépésnyire a férje állt. Visszahökkent, mintha kísértetet látott volna. Adrien! kiáltotta Zárai! Adrien villám sújtottan állt. Nem tudta megérteni, hogy mi történt. De nem is lehetett gondolkozni. Az események villám gyorsan perektek. Az egyik ismeretlen férfi, Tamás, elé lépett. Igazolja magát! Öntordai Tamás. Igen, az vagyok, mit akarnak tőlem az urak? Hogy mit akarnak? Kiáltotta élesen Zárai Andor Ó, semmi különöset! Csak éppen annyit, hogy az úr miatt engem akartak börtönbe hurcolni. Nálam találták meg a lontai féle elrabolt ékszereket. Minden áron rám akarták fogni, hogy én vagyok a betörő. Hát én most megmutatom, hogy ki a bűnös. Ne bámuljon, kedves Tordai! Most vége a hazugságoknak és a komédiának. Ez a két úr detektív. Az egyik Budapestről jött velem, a másik a francia rendőrség tagja. Nos, beszéljen, merje tagadni, hogy a lontai féle ékszereket maga adta át nekem, azokra 30 ezer pengő kölcsönt vett fel és azt állította, hogy az ékszerek, melyeket fedezetül nyújtott át nekem, a magáé. Tordai halvány volt, még az ajka is elfehéredett a szép szál ember pillanatok alatt összetört, megöregedett. Igen, mondotta reketten, csak ugyan én adtam át az ékszereket. Őrült, hátborzongató nevetés hallatszott. Anni nevetett. Szörnyű, idegtépő, írtózatos kacaj volt ez. Hát erre kellett a pénz. Az én pénzem, hogy egy másik asszonynal szökjön meg. Tagadom, nem törtem be kiáltotta vadul tordai. Lontainé maga adta nekem az ékszereket kölcsön. De hiszen ő nagysága feljelentést tett, hogy betörtek nála. Igazolni kellett férje előtt, hogy hová tűntek el az ékszerek. Nem mondhatta, hogy nekem kölcsönözte. Kizsarolta. Azt mondta, hogy feleségül vesz. Rikácsolta Anni. Vigyék börtönbe. Nyomorult zsaroló a briganti. Elvesztette eszméletét és a padlóra zuhant. Az egyik detektív tordaihoz lépett és vállára tette kezét. A törvény nevében letartóztatom. Adrien tágra nyílt szemmel, dermetten nézte az előtte lejátszódó rémségeket csak lassan kezdett megvilágosodni előtte a szörnyű tragédia, a végzetes és jóvátehetetlen igazságtalanság, melyet férjével szemben elkövetett. Valamit tenni kellene. Gondolta zsibbadó aggyal, térdre hullani, bocsánatot kérni. De képtelen volt megmozdulni. Halálosan szégyelte magát, írtózott magától. Szörnyetek vagyok. Borzat meg önmagától. Zárai izgatottan közeledett feléje. Bocsáss meg szívem, ezek a rémségek egészen megzavartak. De hogyan kerültél ide közéjük? Hogyan hagyhattál el? Miért nem válaszoltál leveleimre? Miféle titkok suhantak közénk? Nézz a szemembe, Adrien! Ugye te is azt hitted, hogy én? Nem fejezte be a mondatot látta, hogyan hanyatlik le felesége feje, milyen megsemmisülten áll előtte. Zárai elszörnyett. Te tudtál erről? Tudtad, hogy az ékszerek nálam vannak? Igen. Egy este otthon felejtetted a kasszakulcsokat, és én kíváncsiságból kinyitottam a pénzszekrényt. És akkor megtaláltam Anni ékszereit. A látszat annyira elönt szólt. Elvesztettem a józanságomat. Megőrültem. Nem mertem senkinek sem szólni a szörnyű felfedezésről. Meg akartam halni. Menekültem az emberek elől. Megszöktem Pestről. Én most a legszívesebben meghalnék. Irtózom magamtól. Nem merek bocsánatot sem kérni tőled. Rettentően védkeztem elönt. Zárai megindultan nézte a kétségbe esett asszont. Fel a fejjel, Adrien! Mondotta meghatottan. Nehéz volt a megpróbáltatás, melyen mindketten keresztül mentünk, de talán azért kellett annyit szenvednünk, hogy újra megtaláljuk egymást. Adrien szeme tele volt könnyel. Meg tudná bocsájtani. A legjobb, legalázatosabb feleség leszek. Egész életemet arra szánom, hogy levezekeljem, amit elöntvétettem. Zárai gyengéden karjába szorította Adrient. Nem a vezeklésedet akarom, hanem a szerelmedet. A mi feltámadásunkat a sötétségből, melyben eddig éltünk. Lassan felesége fölé hajolt és mélyen meghatva csókolta meg a lázas, didergő asszonyt. Hetek múltak. Lontainé egy ideg szomorú lakója lett. A rettentő éjszaka rászkódtatását nem tudta kiheverni többé soha. Tordait, akiről nyilvánvaló lett, hogy Lontainét zsarolással és fenyegetésekkel kényszerítette ékszerei átadására, két esztendei börtönre ítélték. Zárai feleségével hosszabb külföldi útra indult három hónapig bolyongtak szerelmesen, és kettesben mint két újra egymásra talált boldog ember, akik többé nem csalódhatnak egymásban sohasem. Vége